Jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt Zicsen. Ez a negyedik állomás itt a megyében nekünk, ez az adomány átadás, és nagy örömmel érkeztünk ide ezekkel a csodálatos adományokkal, és a CÖF-CÖKA és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége nevében is nagy örömmel köszöntelek és tisztelettel benneteket. Külön köszöntöm Vicman Mihály képviselő urat, és köszönjük szépen, hogy számos teendője mellett vállalta azt a nemes feladatot, hogy egyrészt javaslattal élt felénk, hogy kik legyenek az adományozottak, illetve személyesen is az adományátadásban vállalta ezt a feladatot, ahogyan Heizler Norbert az országos koordinátor úr a CÖF-CÖKA részéről, hiszen a CÖF-CÖKA kezdeményezése és az azon magánadományozóknak és támogatóknak köszönhető az, hogy most erre az adomány átadóra is itt sor kerülhetett. Mindig nagy öröm számomra, amikor ilyen sokan eljönnek a rendezvényre, hiszen bízunk abban, hogy a jó példára ragadós, az adományt adni, az mindig egy boldogság, de adományozni is nagyon nagy öröm, és azok, akik esetleg még eddig nem csatlakoztak civil szervezethez, vagy még nem vettek részt olyan adományozó programokban, amelyeknek köszönhetően például ma ezek az adományok ide kerülhettek, talán a híradásoknak a hír, amit itt most a sajtómunkatársainak külön köszönünk, hogy hírt adnak erről az eseményről, talán lelkükben is felbuzog az a vágy, hogy tetrekész civilekként kapcsolódjanak egy civil szervezet munkájához, vagy egy adományozási programhoz. 2016-ban a CÖF-CÖKA egy civil misszió nevű programot indított, aminek ez egy 4 pillérből álló program volt, aminek az egyik talán a leghangsúlyosabb pillére az a korszerű gyermekétkeztetés volt. Ennek keretében született egy Ízig Varázs című receptgyűjtemény is, ami 4 évszakot külön-külön tartalmaz, most már összefűzve. Méghozzá azért ez a koncepciója, hogy külön taglaljuk az egyes évszakokat, mert minden évszakban a helyben termő friss alapanyagokra építettük föl ezeket a recepteket. Azért olyan recepteket dolgoztunk ki, illetve tettünk egy-egy évszakhoz, hogy minél több helyi alapanyagot tudjunk bevinni. Ami ugye a kormányzatnak is célja, 40-ről most már 60%-ra emelték a helyi alapanyagoknak a közétkeztetésbe való beszállítási kötelezettségét. Azon kívül, hogy receptek találhatóak benne, amelyek mind a közétkeztetésben, tehát gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, mellette ugyanúgy otthon is elkészíthető ételek. Helyi alapanyagokra alapoztunk, és a helyi alapanyagokat vittük tovább a következő programpontunkba is, aminek keretében pedig 2018-tól ilyen befőző berendezéseket adományozunk az ország valamennyi pontján. Eddig túl vagyunk nagyjából egy olyan 60 helyszínen, több mint 260 ilyen készüléket adtunk át civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, önkormányzati konyháknak, nagy családosoknak és helyi kistermelőknek, őstermelőknek. Ebből az Ízig Varázsból 1500 darabot adtunk át, szintén szerte az országban, ahogy itt képviselő úrral beszélgettünk előtte, ide is eljutott ebből jó pár darab. Ez ugye a célunk az volt, hogy a gyermekétkeztetést még minőségibbé tegyük, vagy ehhez nyújtsunk egy segítséget, és itt a készülékekkel pedig az a célunk, hogy a helyi alapanyagok itt helyben kerüljenek feldolgozásra, és akár itt helyben elfogyasztásra, vagy helyben értékesítésre. Ezek a befőzési vagy feldolgozási alkalmak egyrészt közösségépítő programok, másrészt több generációt össze tud hozni, harmadrészt pedig a tradícióknak a továbbvitelére kiválóan alkalmas, hiszen az idősebb generáció el tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy hagyományosan, hogy készítik itt a lekvárt, a befőttet, az ivólevet. És utána a fiatalabb nemzedékkel közösen megismerkednek egy ilyen modernebb technológiával, ami esetleg a fiatalabbaknak azért lehet vonzóbb, mert nem kell folyamatosan kevergetni, mert a lekvár nem ég oda, mert a víz adja át a hőt, tehát kevesebb energiabefektetés, és kevesebb időbefektetés amiatt is, mert ha elkészül ebben a befőtt, akkor nem kell utána dunsztba tenni, hanem egyből innen kiveszik és tehetik a polcra, nem kell száraz dunszt. Úgyhogy emiatt helytakarékos is.
Én azt gondolom, hogy ezzel a fiatalabbak számára egy kicsit vonzóbbá tudjuk tenni ezt a műveletet. Azért választottuk ki ezt az öt szociális szövetkezetet, egyesületet, alapítványt, vagy éppen idős otthont, mert olyan szakmai munkát végeztek eddig is, és végeznek önök, és végeztek ti mind a mai napig, amely a térség fejlődését nagy mértékben tudja szolgálni, és azt gondolom, hogy abban a tevékenységi körben, amelyet ezen a négy kisebb településen és Siófokon ezek a szervezetek elvégeznek, abban integrálható nagyon jó egy ilyenfajta tevékenység is. Úgyhogy én azt kívánom, hogy az egészséges élelmiszerek minél nagyobb arányba kerülhessenek az asztalokra a családoknál otthon is, és például ezt a célt szolgálják azok a piacprogramjaink is, amelyeket különféle pályázatokból egyre több kormányzati forrás felhasználása a térségben újabb és újabb piacokat tudunk létrehozni. Ez nyilván jó a gazdaságnak, hiszen a helyi termelők helybe tudják értékesíteni a termékeiket, és jó háziasszonyoknak, mert tudnak menni reklamálni, ha rosszat kaptak volna. Tehát tudják, hogy kitől és mit vettek. Nem úgy van, mint akármelyik multiba, hogyha valamit levesz a polcról.